Sziasztok! Elértem a 3000 feliratkozót, ami fantasztikus, és ezzel a videóval köszönöm meg nektek! Szóval köszönöm a sok megjegyzést, vagy hozzászólást, a sok lájkot, a sok megtekintést, a sok letöltést, de legfőképpen a sok támadást. 3000 feliratkozóra azt terveztem, hogy a csatorna egy kicsit átalakul, mondjuk fejlődik, de sajnos nem készültünk el mindennel, úgyhogy ez valószínűleg majd 4000-re marad a másik fele. Az első lépésben ugye lett Twitter, Facebook, hát a G pluszt azt nem mondom, az meleve is volt, tehát Twitter meg Facebook oldal, ez nem most, hát ez egy folyamat, mint mondtam. Aztán van új intro, igen, az szerencsére elkészült, majd ennek a videónak a végén láthatjátok, meg hát innentől kezdve minden videó elején. A többi újdonságot meg majd később megtudjátok. Azért pár dolgot szeretnék bejelenteni. Az egyik, hát először is a csatorna jövője, már mint a videók szempontjából, lesz információs pult, tudom rég volt, ritkán készült, de hát így is úgy vagyok, hogy még tartozom egy JSON tutoriállal, tartozom egy Java tutoriállal, meg hát ez a daráló, ez most megy, ez most jó. És még ott vannak ugye a kalandpályák is, amik készülnek. Igen, lesz egy kalandpálya, egy kifejezetten kétszemélyes kalandpálya, ami már kész van hónapok óta, csak így Snapchatban nem szívesen adja ki az ember, meg ennyi igazából, meg lusta voltam trailert csinálni, az az igazság. Szóval ezt most újra előszedem, és leporolom, és megnézem 1.8-ban, hogy minden remek legyen, aztán összedobok egy trailert, és hamarosan majd meg lesz osztva. Készül ugye a halállabirintus, amire már gyűjtöm az embereket, pedig még csak hónapok múlva lesz valami tesztelhető változat. Igen, készül egyébként a Szivacs 4. Igen, ide kapcsolódik a másik fontos mondani valóm. Már sokan tudjátok, hogy a videókban lehetett találni Szivacs 6 kódokat, illetve videókban vagy azoknak a leírásában, ez így pontosabb. Egészen a Szivacs 3 óta, azon a pályán is van pár Szivacs 6 kód, nem mondom meg mennyi. Annyit segítek, hogy az információs pult második része óta van videókban, egészen a legutóbbi, a 19. darálóig. Tehát minden videóban a kettő között, ezeket is beleértve, van Szivacs 6 kód, vagy a videóban, vagy a leírásban, valahol elrejtve. Ez összesen a Szivacs 3-on lévőkkel együtt 17 darab Szivacs 6 kód. Még ennyit is segítek, hogy megmondom, hogy mennyi. És azt gondoltam, hogy a Szivacs 4 bétáján úgy lehet részt venni, vagy úgy lehet beszállni, hogyha valaki elküld, mennyi legyen mondjuk, 14, aki legalább 14 kódot el tud nekem küldeni e-mailben, az első 10 ember, aki 14 kódot el tud küldeni, pontosabban így, tehát nem mindenki, aki tud 14 kódot, gyorsnak kell lenni. Szóval azok részt vehetnek a bétában, igen, hát ami 1-2 héten belül lesz. Ez ugye rövidebb pálya. Az e-mail cím ott van a leírásban, és miatt el is küldétek, ha tudjátok az e-mail címet, nézzétek meg a leírást, ennek a videónak a leírásába fogom írni, hogyha már megvan a 10 ember. Tehát akkor ne küldjetek feleslegesen ne. Azt hiszem mindent elmondtam, lesznek videók, információs pult ritkában, igen. Egy dolog van még. Mindig úgy fejezem be ezeket a videókat, hogy elfejtek valamit. Most eszembe jutott, remélem tényleg nincs más. Szóval, mondjuk azt láttam ki, hogy aki megírja, aki tudja, hogy miért emelem ki minden ilyen külön kiadásban, hogy köszönöm a támadásokat, az is mondjuk részt vett. Az első ember, aki mondjuk ide a leírásban, ide a kommentekbe, tehát megírja, hogy miért emelem ki mindig a támadásokat. Az is. Köszi, hogy néztetek, meg hogy eddig is néztetek, feliratkoztatok, hozzászóltatok. Tehát még egyszer köszi. És van még egy dolog. Na, alakul a dolog. Szóval van PayPal is. Ott lehet nekem gyűjteni kamerára. Jó. És van Twitter, Facebook, azt is mondtam, videókat is, pályákat is. Jó, azt hiszem, nem fejtettem semmit. És most jön az új intro. Igen, azt is nézzétek meg. Szerintem nagyon állat lett, nagyon tetszik. Ja, még szép, hogy tetszik, különben nem raknám ki. Jó. Szóval a kézüköm legyen veletek. Csak elfelejtettem még egy dolgot, szóval az van, hogy ugye megjelent az 1.8, és azt gondoltam, hogy majd frissítem a Snapchatra készült pályáimat. Jó, hát ezt már korábban is így terveztem, hogy majd a végleges verzióra is optimalizálom. Sokan most próbálják ki a pályákat, amiket a Snapchatra csináltam,
és természetesen hibákba futnak bele, hiszen a Snapchatra készült, nem a végleges 1.8-ra. Úgyhogy frissíteni fogom mindenképpen. Azt hiszem nincsen más. Remélem nincsen más. Mindjárt megvágom, nem most jusson eszembe. Na mindegy, akkor majd fölveszek még egy hangot, hogyha eszembe jut valami. A kézikönyvbe az essen.